Közel 110 millió forintból valósult meg az izményi vízelvezető csatorna fejlesztése a terület és településfejlesztési operatív program keretein belül. A kivitelezésnek köszönhetően a bel- és esővízelvezetése is megoldódott a településen. Kelemen Ferenc izmény elmondta, a vízelvezető csatorna kiépítésével a település egy régi problémája oldódott meg. A fejlesztésnek köszönhetően vízóraknákat sikerült mentesíteni a belvíztől és az iszaptól. Legalább egy 30-40 évvel ezelőtt nem lett ez már kitisztítva az, az árokrendszer, és annyira felgyőlem lett az iszap, hogy az ott, ö, 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 azon a részen lévő lakóházak aknáit úgy lehetett leolvasni, hogyha kimerték előtte a vizet, mert annyira feltelett és annyira elvizesedtek a házak, hogy ez a házaknak se volt jó. Sikerült ez a pályázatunk tavalyra egy topos pályázat keretében nyertük 110 millió 270 ezer forintot, ha jól emlékszem, és akkor ez így most megvalósult, hogy eltűnt a víz a vízóraaknából, ezáltal fellélegeztek a házak is, a vízóraaknák is, és, és így most azért úgy gondolom, hogy ezzel a, ezzel a felújítással most még jobb lehet a helyzet, és akkor azok a házaknak az élettartomát egy kicsit meg tudjuk növelni. Hozzátette, a beépített szűrőknek köszönhetően a házak alatt felgyülemlett belvíz is bele tud folyni a csatornákba. Nem volt egy, mert itt van három darab hidunk ezen a szakaszon, Na az egyik hidat, az egyik hidat sikerült, sőt, ö, azt mondom, egy teljesen új hidat sikerült egyszer már, amikor elvitte a víz a hidunkat, akkor egy teljesen ö, új hidat tudtunk csinálni a vízmajor keretből a másodikat föl tudtuk újítani, és a harmadikkal még nem tudtunk semmit kezdeni. Na most akkor ez a híd is, mert ez annyira, annyira tönkre volt már menve, hogy már nagy autókat nem mertem hogy ráengedni, hogy, hogy átmenjenek rajta, mert szabályosan lehetett látni, hogy mozog a híd, és mondom, valamikor egy oda ott fog maradni. Na hál' Istennek nem marad benne semmi, de most ezzel a zárok pályázattal, ezzel most a legalsó híd is elnyerte most a, a megújított forra, sőt, egy új hídat sikerült most csinálni, és ezáltal úgy gondolom, hogy most már csak magát a, az árkot kell karbantartani, de könnyebb lesz karbantartani, mint, mint az előtt. Továbbá elmesélte, hogy sok településfejlesztési pályázatot benyújtottak, de az idei 14-ből csupán egy járt sikerrel ennek ellenére bizakodó, és reméli, előbb-utóbb mindenre jut majd finanszírozás. Az idejébe ebből a 13 13-14 az egyesületekkel együtt 14 pályázatból egyetlen pályázatunk lett pozitív, az egy járda felújítás, egy szakasz járda, hogy egyszer már nyertünk rá, de akkor 5 millió lehetett anyagot venni, és akkor társadalmi munkába kellett megoldani a, magát a kivitelezést. Na most ezt az összeget most megduplázták, 10 millióig lehetett pályázni, hát mi ezt megtettük, pár forint ilyen 10 millióban, de most se kértünk munka bért, hanem mi magunk akarjuk megcsinálni, hogy ezáltal sokkal nagyobb területet tudunk megcsinálni ebből a közel 10 millió forintból, mintha kiadjuk egy vállalkozónak és ő vele csináltatjuk. Van egy összeszokott csapatunk, falugonok, meg én magam, ketten betonozunk, ketten térkövezünk, és a közmunkások meg segítenek, hozzák oda, hozzák oda épp az uzalékot, hogy amik el, és akkor így dolgozunk. Az is régi vágyam volt, hogy az izmény aparról összekötni, legalább egy négy méteres mezőgazdasági úttal, aztán, hogyha sikerül, akkor azt lehetne bővíteni, szélesíteni. Most adtuk be egy-két egy hete a mostani pályázatunkat, ez most 308 milliót postál, úgyhogy ne bízunk benne, hogy megnyerjük, és az önerőt majd utána hozzá megpróbáljuk összeszedni, mert ez sajnos önerős, 5%-os önerőt kell biztosítanunk, de mi, hogy az aparral korzóciumba fogjuk megvalósítani terület arányosan, így megoszlik az összeg, igaz, hogy nekünk 70%-unk van az útba, de ha nyerünk, akkor majd a pénzt is hozzá megtaláljuk, hogy az önerőt ki tudjuk finanszírozni. Az ízményi beruházásoknak köszönhetően folyamatosan fejlődik a település infrastruktúrája, ami vonzóbbá teheti a községet a fiatalabb korosztály számára.